Beszélgetésünk természetesen a Jókai téren álló bronzalmával kezdődött, melynek szeletkéi csak nagy nehezen fértek el Őz utcai műtermében. Mesélt arról, hogy az említett házba éppen 6-szor törtek be, és a nagyon is pontos információkkal rendelkező orgazdától semmi sem került vissza gyűjteményébe. Látható viszont kezemunkája városunkban. Kossuth dombormű a Kossuth téren, Samassa portré a belvárosban, Alpár Ignác dombormű a színházban, Tomaszowski András és Szilágyi László emlékhely a temetőben, Szent Miklósi Vókút domborművek sorozata a kórház nagy orvosairól. Emléket állított Vikás Sándornak, a város alapítóknak, Ratkó Józsefnek, és elkészítette a megye címert. Leginkább mégis éremművészként ismerjük. Tulajdonképpen a munkásságom nagy része érem. 1600 érem oldalnál többet csináltam. Ebben vannak aranypénztől kezdve, ezüstpénzek is, meg nagyobb plakettek. Tehát amit az élet adott feladatokat én próbáltam megfelelni. Egy diákkori szereplése miatt 27 évig politikai megfigyelés alatt állt, így fordult elő, hogy szobrász diplomával a zsebében utolsó életnagyságú szobra a diplomamunkája volt. Éremművészként, pénztervezőként kárpótolta viszont az élet. A Ravennában egy éremkiállításon aranyérmet nyert. Szerepelnek munkái többek között Rómában a pápai gyűjteményben, Kolorádóban és Bécsben is. Legutóbb Tel Avivban volt egy nemzetközi Andersen pályázat, és ott egy érdekes díjat nyertem. Azt a díjat nyertem, amit az résztvevő művészek döntötték el, hogy maguk között, a kiállítás tárgyai között melyik a legjobb. Hát, hogyha a kollégák engem tartottak, ez jól esett, ennyi az egész. Balog Attila képzőművész egykori galéria tulajdonos, Tóth Sándor filmje 1993-ban készült. Az első volt abban a portrésorozatban, melynek 18 darabja született és díjat nyert a helyi televíziósok fesztiválján. A Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola két alapító művésztanára, Egri Erzsébet festő és Orr Lajos szobrász, ma már Dunántúlon élő művészpár portréjával, Közmös Enikő és Kriványik József nyírbátori alkotók, majd Szikora Tamás és Balog Géza filmjével folytatódik a következő hónapokban a könyvtári sorozat.